6. alkalommal rendezzük az egészségnapot. Már sok éve a test, a szellem és a lélek harmóniáját keressük. Az egészségnapon az a célunk, hogy az embereket, a vállalkozókat megtanítani arra, hogy mennyire fontos az egészség. Mert ha nincs egészség, ha nincs vállalkozás, akkor a családban is problémák vannak. Több mint 80 kiállító van. Megjelenik a szabadidőközpont, vannak tanácsadók, vannak előadóink, akik kiválóak, Dömény István, Bőte Csaba, Kövi Szabolcs, vannak masszázsok, könyvbemutatók, több író eljött, és bemutatja a könyvét és dedikálja. Vannak az életnek más oldaláról is, például a Bakonyért Egyesület a saját kis finom falatait kóstoltatja. Vannak a medibalosok, csodálatos mozgásforma, van fönt az emeleten meditáció, többfajta is, van egy indiai mesterünk, aki különleges technikát hozott, de van vállalkozói meditáció is, úgyhogy teljesen különleges és egyedi. Szerintem nagyon-nagyon sikeres, már csak azért is, mert nekem az az elvem, hogyha csak egy ember, arra ösztönöztünk, hogy tesz van az egészségre, már megérte, de több száz ember volt, igazából 500-ig bírták a regisztrációt. Napnak van egy szlogenje, egy nap életre szabva. Szeretnék bemutatni az embereknek azt, hogy hogyan is lehetne elképzelni, hogyan is lehetne szebbé tenni egy napot.